Méltán lehetünk mindannyian büszkék. A megemlékezést a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör szervezésében Varga László parlamenti képviselő nyitotta meg, aki beszédében kiemelte Petőfi Sándor jelentős szerepét a magyarok múltjában és jelenében egyaránt. 1848-49 emléke nagy tiszteletnek örvend itt a vajdaságban, a vajdasági magyarok körében is. Petőfi Sándor öröksége pedig különösen nagy tiszteletet érdemelt ki. 24 vajdasági magyar civil szervezet viseli az ő nevét három településen, Bácskertesen, Muzsgyán és itt Óbecsén a Petőfi Sándornak szobra. A tiszteletet irodalmi munkásságával és politikai tevékenységével vívta ki, méltán lehetünk rá, azt gondolom, büszkék. A megnyitó beszéd után a kultúrkör szakcsoportjai adtak elő közösen alkalmi műsort, mely keretén belül a szabadságharc idején keletkezett dalokat adták elő. Ez az egyetlen olyan ünnep itt nálunk is, ami tulajdonképpen a magyarság összefogását jelképezi, és nekünk itt a megmaradásunk a fő cél, és ebben az ünnepben látjuk a megmaradást, hiszen az összefogásban van az erő. A kultúrkör fennállása óta hagyományosan minden évben megemlékezik erről a nemzeti ünnepről.